Két gondolatot szeretnék megosztani veletek, lehet, hogy három lesz, de mielőtt mindezt elmondom, először rendet csinálok, egy teljesen másik fajta rendet, és aztán belevágunk abba, ami a leginkább érdekel engem a napokban. Egyrészt nagyon örülök annak, hogy nagy divatja lett az önfejlesztésnek, másrészt meg nagyon szomorú is vagyok, mert ez az önfejlesztés egyfajta modern hitvallássá kezd kialakulni. Az emberek gondolkozás nélkül próbálnak magukévá tenni bizonyos gondolatokat, hol egyszerűbbeket, hol bonyolultabbakat. A lényeg az, hogy a végén ebből egy zagyvaság lesz, és ez már kártékony a saját életünkre. Tehát az egyik gondolat, amit meg akarok osztani, az az, hogy rengeteg ember saját maga ellensége, és ez annak köszönhető, hogy nem értelmezi azt, amit hall, és amikor mondja, az meg főleg nem gondolja át. A másik, amit meg akarok osztani, az pedig az, hogy mi a törvényszerűsége annak, hogy neked mindenképpen változtatni kell a jelenlegi rendszereden, ahhoz, hogy megkapd az eredményt. Tudom, hogy nagyon sokat beszéltem már erről, de mégis most mutatok egy gyakorlati példát, és azon keresztül próbálom megértetni azt a szükségességet, hogy ezt mindenképpen csinálni kell akkor is, ha úgy gondolja valaki, hogy nem. Egyébként a harmadik gondolat az, hogy mire ezt a videót publikálom és látjátok, addigra én ülök egy repülőn, irány India. Mielőtt belevágok az összes mondani valomba, a másodikhoz egy kiegészítést szeretnék tenni, hogy nem változtatni kell a jelenlegi rendszereden, bár ez igaz, hanem pontosabban két rendszert kell használj, és a két rendszer között kell bizonyos változtatásokat csinálni, egy teljesen új összhangot kell létrehozni. Ezt fogom bemutatni. Az is igaz, hogy változtatni kell a rendszeren, de az is igaz, hogy két rendszerre van szükség, és az is igaz, hogy semmi nem változik, és még az is igaz, hogy minden megváltozik. Vágjunk is bele az első témába, mielőtt tényleg rendet rakok, mert az lehet, hogy sokáig fog tartani, és mindjárt jönnek hozzám, tehát ki tudja, hogy megmarad-e ez a gondolat, vagy sem. Nemrég járt nálam egy srác, egy fiatal ember, aki nagyon sokat tanul, és nagyon sokat olvas, mindent összeolvas, és mindent összetanul, és talán ez a jó kifejezés. Tehát össze-vissza olvas, össze-vissza tanul, és össze-vissza mond mindent. Nem akarom őt kipjellengérezni, és nem is adom ki a személyes adatait, hogy felismerhető legyen, viszont nagyon jó példa arra, hogy mennyi minden van bennünk, ami akadályoz minket abban, hogy elérjük bármit, tehát akár sikeresek legyünk, és persze másra fogjuk, és mindig van valamilyen kifogás. Ez mindenkiben benne van. Most egy erős példát fogok mutatni, abból is egy részletet, de ez mindenkire igaz kell legyen, lehet, hogy nem ilyen erővel, de ez olyan, mint egy állatorvosi ló, hogy minden betegség benne van, és a tanulók azok az összes betegséget megtalálják benne. Tehát úgy hallgassa mindenki ezeket a részeket, amiket most bevágok, hogy ez saját magára is igaz, az is lehet, hogy ilyen pici részben, az is lehet, hogy ekkorában, de hogyha az a kérdés felét például valaki felől, hogy hajlandó vagy-e kirakni a saját személyiségedből egy ilyen parányi kis részt, amit nem mondanánk egy végzetes hibának, de esélye van annak, hogy emiatt nem leszel boldog, akkor szerintem mindenkinek az a válasza, hogy igen, hajlandó lennék, ha tudom, hogy mi az, és felismerhető, de minél inkább kisebb, annál inkább nem felismerhető, vagy minél nagyobb, annál inkább nem felismerhető, mert hogyha hatalmas, akkor annyira ráül a személyiségedre, hogy egyszerűen nem látsz ki belőle, és ezért nem ismered fel. Így történik ezzel a sráccal is, és ez így történik mindannyiunkkal. Ezekből látom, hallom, hogy visszamondasz egy csomó mindent, de nem áll össze a kép. Igen. Igazándiból nem tudom azt elképzelni, számomra legalábbis hihetetlen az, hogy nekem még 50 évet le kell dolgoznom nyugdíjig. És, ha igen. És van ennek egy jobb módszere. Én ebben biztos még vagyok. Én úgy gondolom, hogy... De várjál, miért nem vagy szemináriumon? Mert nincs pénzem. Ez egy kifogás. Akkor nem kéne dolgozni? Hát de kéne, persze. Hát de, akkor? De megvan ennek a másik kis kapuja. Ne, mondjad, mesélj. Biztos, hogy van. Mesélj, mert másokat is érdekel. Hát, hogy kéne munkanélkül pénzt szerezni? A munkanélkül sehol, tehát... Akkor? Munkával lehet pénzt szerezni, akkor? Csak nem mindegy, hogy. Tehát, hát de hogy?
Hát ez a kérdés, én is ezt kérdezem. De amíg keresed, addig dolgoz. Nem lesz pénzed. Az engem nem érdekel. De érdekel. Ez csak ide vágtad. Az asztalra. Én őszinte leszek, persze idegesít a pénz. Sosem voltam gazdag. Nem is leszek szerintem. Ha idegesít a pénz, akkor téged, akkor neked hiányzik. Hát persze, hiányzik, mert akkor, egy hétköznapi... De akkor miért nem teszel érte, hogy legyen? Először is szeretném megtudni azt, hogy mit is kéne csinálnom, és mivel lehet sikeres az ember, és utána már, hogyha én ezt tudom, azt a fajta önbizalmat, hogy igen, errefelé kéne menni, ezzel lehet sikeres az ember, akkor természetesen megindul az ember, viszont addig én úgy gondolom, fölöslegesen dolgozik, úgymond az ember, mert én úgy gondolom, hogy a sikernek igenis megvan a bevett sémája, úgymond, amit követni lehet, mert azt már lerakták, úgymond. Az egy viselkedési forma alapvetően a sikernek. A siker az valószínűleg valamilyen önbizalom, és amit ugye... Mi neked a siker? Mikor mondod azt, hogy te sikeres vagy? Na hát ez is egy, ugye ez mindenkinek más szerint. Hát de neked mi? Rólad van szó. Nekem a siker? Igen, tehát te mikor mondod azt, hogy sikeres vagy? Mi kell ahhoz, hogy te azt mondd a következő egy percben, ha most lenne hatalmam megadni neked, hogy te sikeres vagy egy perc múlva? Hogy azt mondd, hogy most már sikeres vagy? Én úgy gondolom, hogy egy az, hogy pénzfüggetlenség, tehát ne legyen az embernek pénz problémája. Kettő meg szerintem kell mindenféleképpen egy olyan család, aki mondjuk támogatja. Mindenféleképpen kell egy... De mit támogat? A pénz meg a család. Kit támogat? Azt az embert, aki nem csinál semmit, csak sikeres? Nem, ő építi az életet. De ha építi az életet, akkor nem kell dolgoznia és tanulnia? Hát de kell. Ez akkor minek a pénz? A pénz? Minek a pénz? Hát mert azzal érünk el mindenkit. Várj, tudom irányítani az életemet. Úgymond, igen. A magamét vagy az övét? Ez komplex, szerintem az övét is. De te miért akarod irányítani az életét? Én a saját életemet akarom irányítani, igen? Viszont ki fog hatni rá is valószínűleg. Mert? Azért, mert hogyha neki az a munkaköre, hogy mit tudom én, mondjuk én szakács voltam, ugye, én szakácsokat keresek, hanem egészen egyszerűen az élet úgy csavarja a szálakat, hogy oda hozza hozzám azt az embert, ami nekem mondjuk pont alkalmas lehet. Szerinted ez így működik? Egyelőre nem tudom. Tehát ezek ilyen számomra szerintem lehet benne valami. Miért nem indulsz el az alapoktól? Miért akarsz ugrani egy akkora hatalmas lépést, ami elképzelhetetlen még egy gazdag ember számára is? Én nem szeretnék egy beskatujázott ember lenni, aki mondjuk csak ezt tudja csinálni. Te nem szeretnél lekötődni a szakácsághoz, bármilyen munkához, amivel most pénzt kereshetnél. Megvan a fizikai erőd, fiatal vagy, tudnál dolgozni. Igaz? Az így van. De nem akarsz. Te már rögtön, te nem hogy bimbót akarsz nyitni, ha virág lenni, hanem te már tündökölni akarsz a tavaszi napsütésben. Nem feltétlenül. Én úgy gondolom, hogy alapvetően, hogy a társadalmat fönn tudjuk tartani, kellenek hétköznapi munkások természetesen. Ami nem te vagy. Ami én úgy gondolom, hogy persze lehetnék én is, viszont kellenek olyan emberek is szerintem, akik fejlesztik a társadalmat, és ez például gondolattal, különböző olyan dolgokkal tudom elképzelni, mint például ötletek. Tehát szerintem legalábbis a legnagyobb előnye az embernek az, hogy tud gondolkozni, és vannak ötletei. Mindenkinek vannak ötletei. És így van, csak ugye senki nem használja fel. És ugye nem mindegy, hogy milyen ötlete van. De neked van olyan ötleted, hogy ezt a társadalmat rendbe tudjad rakni? Van. Igen? Van. És miért nem használja a társadalom? Nem tudja, szerintem. Miért nem osztod meg velük? Hát mert még egy kis ember vagy, mert még csak a gyökértől kezdődik, a földtől. Tehát még nem, még a mag sincs meg. Te valahova képzeled magad, és nincs alapja. Nem fogják elfogadni az emberek. Nem hoztál létre semmit. Ez így van. Akkor miért gondolnák azt, hogy nálad van egy tudás, amivel létre lehet hozni valamit? Honnan vennék ezt az ötletet? Azért, mert elmondod neki, hogy van ötleted? Nekem elmondtál már egy csomó ötletet, egyik sem kell. Gondolom másnak is elmondtad, és nem kell másnak sem. Igaz? Miért? Mi az oka, hogy nem kellenek ezek az ötletek? Nem vagy hajlandó az alapoktól kezdeni, de neked egy alapot le kell raknod.
Olyan nincs, hogy nem rakod. Mi az az alap amúgy? Vagy mit? Elkezdesz dolgozni, és elérsz egy eredményt. Tök érdekes egyébként nekem például fogalmam sincsen, hogy pontosan mit csináltok ti. Olyan téren, hogy körülírva, hogy ugye most a siker, meg tökön tudja, tehát az ilyenfajta dolgokat, azt ugye látom videón, ugye publikáljátok rendszeresen. Szemináriumokat, oktatásokat tanítom az embereket, hogy lépésről lépésről mit kell csináljanak. Mutatok rá példát, és minden egyes lépésnél, minden egyes tanfolyamnál, miközben tanulnak, konkrét gyakorlaton keresztül megbizonyosodnak abból, hogy valamit nem tudtak, és most már tudnak. Tehát sikeresek. Sikert érnek el. Még nem az életben, az utcán, hanem ott a tréningen, az tanfolyam. Olyan, mint egy nyelvtanfolyam. Megérted azt, amit mond a másik, aki idegen nyelven beszél? Nem érted meg. Nézd csak, ez ezt jelenti, ez ezt jelenti, ez ezt jelenti. Mondd el, légy szíves, elmondja. Megérted? Á, értem. Ez lesz a mondat. Majdnem úgy egy kicsit pontosítsuk így. Ó, értem, miért? Azért, mert jaj, jó van. Kimegy az utcára, leszólítják, és meg tudja mondani, merre van a bazilika. Megtanult egy idegen nyelvet. Ezt csinálom. Ehhez nekem is meg kellett tanulnom, ehhez nekem is meg kellett csinálnom, és csinálnom kellett valamit, és abból eredményt kellett kovácsolni, és azt megmutatni valakinek ahhoz, hogy azt mondja, hogy nekem is meg tudod tanítani ezt? Igen, meg tudom tanítani. Megtanítom. Megkaptam a bizalmat, nem értem vissza vele, megtanulta, csinálja. De te nem ezt csinálod. Te már oda rakod magadat, hogy te majd ellátod a társadalmat ötlettel. Szerinted ebben az utcában hány ötlet van? Itt folyik az utcán. Kutyának nem kell. Nem, nincs senki, aki pénzt csináljon belőle, mert senki nem akar dolgozni, mindenki csak ötletet akar adni. Tudod, melyik ötletet lehet megcsinálni? Aminek az alapjait már fölépítetted. Azt lehet megcsinálni. A folytatást nézzétek meg a videótáron, a teljes anyag fent van. Vágjunk bele a következő témába, abba, hogy hogyan kell a rendszeredet megváltoztatni egy új élethez, milyen törvényszerűsége van ennek ehhez az egészhez. Két példát fogok bemutatni, az egyik, hogy miért csinálok rendet, és hogyan csinálom a rendet, és mi lesz ennek az eredménye. A másik, egy teljesen ettől különálló példa, egy eszközt fogok hozni, egy pillanat már is hozom. Itt is vagyok, és itt a példa, a bűvös kocka, ez a boldogság, ez a rend, megvan minden oldala, és majd összekeverem, és megmutatom azt, hogy mit kell csinálni az életeddel. Elindítok egy új személyi programot, ezért rendeztem át a szobámat. Az előző szoba is, és a berendezés is megfelelt volna arra, hogy ott valamilyen személyi tréninget csináljak, de ez az új tréning, ennek köze lesz a fotózáshoz, a videózáshoz, és egy nagyon izgalmas személyi coaching programot dolgoztam ki. Ezt néhány embernek csináltam, sőt, annak idején a Doklerben több embernek is, illetve speciálisan képeztem ki különböző csoportokat arra, hogy hogyan tárgyaljanak, hogyan tartsanak előadást, hogyan szerepeljenek mások előtt, hogy beszéljenek mások előtt. Erre vannak egyébként nagyon jó tréningek a piacon, ahol ezeket tanítják. Az én megközelítésem egy expert-operátor rendszer felüli megközelítés, és magát a rendszert fogom átállítani annál, aki jelentkezik erre. Ez egy személyes program itt a irodában, ahol háromféle témában lehet válogatni. A lényeg mindegyiknél az, hogy karizmatikussággal rendelkezzen az ember, tehát rendelkezzen valami eleve elrendeltetett tehetséggel, és ez a tehetség jelenik meg akkor, amikor ő tárgyal, vagy prezentál, vagy egyáltalán megjelenik bárhol, beszélget, akár nem csak üzleti területen, hanem akár a párkapcsolatban, akár a barátai között, az utcán, bármilyen szituációban. Nagyon fontos az, hogy kiadjuk azt a tehetséget, ki tudjuk rakni a világ elé azt a tehetséget, amivel rendelkezünk. Ezek a coaching programok erre valóak, ezért egy nagyon picit átrendeztem a szobámat, és elláttam néhány olyan eszközzel, ami segíti ennek a programnak a létrejöttét. Térjünk vissza a kockához, ahol az előzőben ugye teljesen érthető, hogy ahhoz, hogy új dolgokat behozzak a szobába, ahhoz ki kellett vinni régieket, majd vissza kell rakni, egy kicsit átrendeződött, egy kicsit visszarendeződött. Nagyjából így néz ki az is, amikor az életünket átrendezünk, például felkészülök, mondjuk
mondjuk valaki elvesztette az állását, és szeretne megint állásba menni, ne azt keresse például, hogy mit csinált eddig, és azért sír, hogy az most már nincsen, hanem gondolkozzon el azon, hogy hogyan lesz majd jobb állása, mint volt. Akkor is, hogyha kilátástalan a helyzet, akkor is ebből az irányba kell elgondolkodni. És hogyha már elgondolkodik, akkor szervezze át az életét úgy, hogy meg is kaphassa ezt az állást. Tehát ne könnyör adományért menjen oda az a piacra, hanem mutassa föl a képességeit, és a képességeink keresztül mutassa föl azt is, hogy melyik irányba szeretne fejlődni, és mit szeretne elérni a leendő munkájával maga számára és a munkáltató számára. Tehát nem minden változik, hanem egy-egy szemlélet, mint az előző vlogban is volt, és egy-egy gondolat kell, hogy megváltozzon, és ez fog egy teljesen új jövőt hozni. Na most térünk vissza a kockára, méghozzá azzal, hogy azt ígértem, hogy összekeverem. Oké, összekevertük a kockát, most már van itt rendezetlenség. Ez egy teljes rendezetlenség, tehát olyan, mintha teljesen ott hagytuk volna az életünket, és újjászületünk valahol, ha létezik ilyen. És megnézzük azt, hogy ahogy felépítjük az újabb rendet, akkor közben milyen akadályokkal fogunk találkozni. Ugyanis nagyon fontos az, hogy az új rend kialakítása az nem arról szól, hogy van a káosz, és aztán ott van a rendezettség, hanem van a káosz, és aztán kezd rendeződni valahogy, megint káosz, megint rendeződik, megint káosz, és több lépcsőn keresztül végig kell mennünk ezen a folyamaton. Szóval kezdjük el, rakjunk egy kis rendet. Én másképp rakom ki a kockát, mint ahogy azt látom az interneten a többiektől, de valahol gondolom az eleje megegyezik, és mindenki először egy egyszerű rendet szeretne kirakni, tehát az életedben is így gondolkozzál, hogy valami egyszerű dologban elkezdesz valamit, és ebből kialakul egy rend. Rögtön úgy csinálj rendet, hogy ne csak a te oldalad felől legyen ez rendezett, hanem már a jövőben is legyen egy lehetőséged, amire építesz. Az általános hiba, amit el szoktak követni az emberek, az, hogy nem figyelnek oda, hogy majd a többi oldalt is ki szeretnék rakni, ezért ezek a színek például nem szoktak egyezni, hanem csak azt figyelik, hogy csak a fehéret rakják ki, és ezeket nem. Na, az életben ugyanezt látom, hogy koncentrál egy feladatra, ő neki kell egy állás, és minden erre van ráizgulva, hogy az az állás az övé legyen, és minden csak így néz, és nem figyeli a tárgyalásnál, az állásinterjúnál azt, hogyha erre most valaki rábólint, akkor ő rabszolga lesz például, vagy már eleve a felvételében már elrakta azt a lehetőséget, hogy őt nem sokára ki fogják rúgni, olyat vállal be, amit nem kéne, vagy nem vállal be olyat, amit egyébként be kéne, és érdemes is lenne bevállalni, mert arra felé vezet az út. Szóval legyen perspektíva, ezért már a következő színek is stimmelnek, igaz, kis jelei vannak csak annak, hogy ezek stimmelnek. Ezután jön az, hogy mondjuk rendet rakunk, és betelítjük ezt az oldalt azért, hogy egy kicsit örüljünk, és legyen egy kis támasztékunk az életben, és legyen ez az elégedettség például. Nagyon basztam. Na, rögtön látszik az, hogy megvan egy eredményünk, hurrá éljen, itt van az eredmény, van egy állásunk már is, van egy üzletünk, van egy tárgyalásunk, van valami, van egy termékünk, hát ezt majd még el kell adni, és itt jön szóba a perspektív, hogy milyen jó, hogy a sarkok a helyükön vannak, mert most már egészen jó látványt kapunk. A többiek úgy rakják ki a kockát, ha jól tudom, hogy ezután erre felé haladnak, én nem erre haladok, és éppen ezért be tudom mutatni azt, hogy a bűvös kocka miért jelenti az emberi fejlődésnek egyfajta modelljét, hogy ebből mennyi mindent le lehet szűrni, azt, hogy hogyan kell kirakni a kockát, abból le lehet szűrni azt, hogy hogyan kell fölépíteni egy életet.
De ennek a folytatását és ennek az egész témának a kibontását a Premium Vlogban fogom csinálni, tehát menjetek a videótára, és ott kattintsatok a Premium Vlogra. Ott fogom tehát kibontani azt, hogy mit, hogyan kell csinálni, milyen akadályokon kell keresztül menni akkor, ha építesz egy projektet, egy üzletet, egy állásinterjún részt veszel, egy tárgyalást csinálsz, bármit, és a bűvös kocka mekkora segítséget tud adni mondjuk a gondolkozásban, milyen jó modell ez, tehát nem is bűvös kocka ez, hanem ez igazi varázseszköz, ami az embereket tudja segíteni, persze csak akkor, hogyha nem lemásoltad és másnak a módszerét is úgy kirakod a kockát, hanem egyszerűen te rájössz arra, hogy hogyan kell kirakni, és rájössz a törvényszerűségekre. Tehát találkozunk a következő bejegyzésekben, és találkozunk a videótárban. Én pedig készülődöm akkor Indiába, és majd Indiáról is néhány szót fogok mondani. Ott is készítünk videókat, ott is készítünk bejegyzéseket. Van rengeteg gondolat, miért megyek oda, mi az, amit ott előkészítek, mi az, amiért már visszajövök ide, és folytatom a munkát, tehát mindezt a következő vlogokban, a következő videóbejegyzésekben. Sziasztok!